Sziasztok! Itt vagyok szombathelyen a főtéren, hát a mögött az Árt itt volt 6 órától Ungár Péter Fideszes milliárdossal és Török Gábor politológussal az Éhen Gyula baráti kör vita estje meghirdetve. Nagyon sokan voltak, én is gondoltam, hogy eljövök, fölteszek néhány kérdést, amit már régóta szerettem volna Ungár úrtól megkérdezni és hát kivártam a soromat, volt egy háromnegyed órás beszélgetés, azt követően kb. két-három kérdező volt, és utána szerettem volna kérdezni, és érdekes módon Ungár úr nem akart nekem szót adni. Hát ezt mindenki látta, nem is értették a jelenlévők, és amikor mondtam, hogy hát mi ez az lmp demokrácia, akkor annyit mondott, hogy hát nekem van egy YouTube csatornám, és hát majd ott elmondom, amit akarok. De hát én nem elmondani akartam, hanem az ő általa behirdetett, Ilyen Gyula vita esten szerettem volna a vita kultúrát gyarapítani, amire ezek szerint Ungár úr azért nem volt kíváncsi, mert úgyis tudta, hogy nem alá fogok kérdezni, mint a jó barátai. Na most mit akartam megkérdezni Ungárúrtól? úrtól? Ő a nyugat.hu-nak nyilatkozott, és azt mondta, hogy hát csúfos véget fog az érni, hogyha az új városvezetés gyakorlatilag követi a fideszeseknek a gyakorlatát, és barátokat, rokonokat fog pozícióba ültetni. És hát meg akartam kérdezni a török Gábor úrtól is, és tőle is, hogy hát hogy látják, hogy ennek van-e jelentősége, és hogy értékelik a szombathelyi városvezetésnek az elmúlt hónapjait, beleértve Kovács előtt feleségének a Városfejlesztési Kft. vezetőségébe való ültetését, László Győző feleségének a Haladás Nonprofit Kft.-be való ültetését, gyakorlatilag Molnár Miklósnak a Vasi Zrt. be való beültetését. Ugye a héten történt az, hogy Kocka Tibor is vezető lehetett a Vasi Vízben, és a többi és a többi. Na hát ezeket nem tudtam megkérdezni, és hát utána visszamentem, mert gondoltam, hogy hát azért csak-csak megkérdezem én ezt, már amikor elment a tömeg, és Ungár úr akkor sem akart válaszolni a kérdéseimre, és hát az én nagyon jó barátom, Ceglédi Csaba jött oda guztustalan módon személyeskedni, mindenféle durva jelzőket használt rám, rám ugye, aki lementem hozzá Szegedre, bementem gyakorlatilag bárhova, ahova kellett az érdekében Tüntetést szerveztem Budapesten. Itt helyen, blogot írtam, és minden meg kiálltam mellette. Fél évvel ezelőtt ez a Ceglédi Csaba még úgy utálta az Ungárt, és úgy kölcsönösen úgy utálták egymást, hogy gyakorlatilag meg tudták volna folytani egymást egy kanálvízbe. De hát érdekes, hogy azért biztosan van valami közös nevező az életükbe, valószínűleg a pénz az, mert hát más mi köthetné össze őket, és a hatalom. Mert most érdekes módon Ceglédi Csaba ö, Ungárnak nem csak a hivatalos ügyvédje lett, hanem úgy tűnik, hogy a nagyon jó barátja is. Majd ö, azért ezt megkérdezem. De tőle, hogy vajon ő miért cserélgeti ilyen szívesen és gyorsan a barátait. És hát ugye mi az én bűnöm, hogy én ugye ezeket elmondom, hogy nem csak a fideszeseknek nem lehet ö, pozícióba ültetni barátokat és haverokat és családtagokat, hanem a szocialistáknak sem. Senkinek nem lehet. Ők is erről papolnak, de mindenki tudja, hogy hazudnak, és ezért nem engedték nekem ezt a kérdést feltenni. És az a bűnöm, hogyha mondjuk egy vasnépe ezt leírja, akkor én már nyilván, hogy fideszessé váltam. Kedves Csaba, nem attól válik el az ember, hogy adott esetben egy lap, hanem arról, hogy például téged az ungár, a ner összeharácsolt milliárdjaiból fizet, mint ügyvédet. És tudod, pont köztünk több különbség is. Az egyik az, hogy én még soha nem adtam el magamat, soha nem lett komoly problémájuk Köze, hozzám közel álló embereknek az én dolgaimból, és soha nem árultam el barátokat. És az is egy nagy különbség, hogy nekem nem csak a szám nagy, hogyha valakikről beszélgetni kell, mint neked, ö, hanem, hogyha arról van szó, akkor én azt tudom mondani, hogy találkozunk már valamikor veled egy edzőteremben, mert tudom, hogy futni szeretsz, nem baj egyébként, hogyha tudsz gyorsan futni, az lehet hasznos, de mutasd már meg, hogy nem csak kommentekben, az interneten nagy a szád, ahol száz éves nénivel tudsz fényképezkedni, a családtagjaiddal cukiskodni, mert ugye erre jönnek a lájkok, nagyon szép, nagyon szép, tényleg én is mindig elérzékenyülök, amikor ilyeneket látok politikusoktól. Pontosan tudod te, hogy hogy kell a jó arcodat mutatni, de ilyenkor, amikor a barátodat szúrod hátba, akkor arra csak egy lehetőséged van tisztázni férfi módjára, mondani egy időpontot és egy helyet, egy edzőtermet, ahol kapsz két kesztyűt, és akkor te is megmutathatod, hogy milyen kemény tökös gyerek vagy, ugyanúgy, mint az a Marton Zsolt, aki rám köpköd és gyalászkodik a Facebookon kislányként, és amikor itt oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy te jó barát, ezt akkor beszéljük meg szintén egy edzőterembe férfi módjára, akkor rögtön már azt mondja, hogy nem is igazából azt írta ám meg, hogy fogjunk kezet, meg hogy beszéljük meg. Nem, ez nem így működik. Férfiak közt ez nem így működik, akinek van gerince, az odaáll, és megmutatja, hogy ha valakivel nem ért egyet, euh, akkor azt máshol is lehet tisztázni. Tudjátok, én nem a Facebookon köpködök, hanem odaállok, és azt mondom, hogy akkor gyere nézzél meg, hogy mire vagy képes. Nos, jó barátaim, van egy rossz hírem, én a jövőben is ugyanúgy el fogom mondani a véleményemet, és nem fogom hagyni, hogy leraboljátok ezt a várost, meg adott esetben ezt az országot sem. Ungár, te meg jó lesz, ha most már hazat minél előbb. Tudom, hogy azért jöttél le Budapestről, mert ott már rohadtul senki nem vette be a nagy ellenzék dumádat, de most mindenki láthatta itt szombathelyen, hogy egy micsoda gusztustalan undorító ember vagy, aki gyakorlatilag a demokráciát szembe köpi. Mert hát ugye ti soha nem vetemednétek arra, hogy elhallgattassatok olyanokat, akik nem értenek veletek egyet, ugye? További kellemes estét nektek!